ítélet mai adásában elsőként a beregszászi római katolikus templomba látogatunk, ahol átadták a Pásztor Ferenc díjat. Majd az ungvári római katolikus gyülekezettel biciklizünk Sislócra, akikkel egy sokszínű családi napon veszünk részt. A beregszászi római katolikus templomban adták át a Pásztor Ferenc egykori helyi plébánosról, pápai prelátusról és püspöki helynökről elnevezett díjat. Molnár János, esperes plébános elmondta, a kitüntetést azért alapították, hogy felhívják a figyelmet a mártír életútjára, szolgálatára. Minden közösségnek kötelessége megemlékeznie azokról, akik hősies halált haltak, akár hazáért, akár valamilyen eszményért. Ugyanígy kötelessége megemlékezni az egyháznak is azokról a vértanúkról, akik az egyházért és Krisztusért haltak vértanú halált. Pásztor Ferencre, amikor rágondolunk, akkor a terror mártírjára emlékezünk, és hogy emlékét ébren tartsuk a beregszászi utókornak a szívében, ezért alapítottuk ezt a díjat, hogy soha se felejtsük el azokat az elődöket, közöttük Pásztor Ferencet, aki éveket raboskodott igazságtalanul börtönben, koholt vádak alapján, röviden azért, mert Krisztushoz tartozott és az egyház papja volt. Ezt a díjat egyházközségünk tagjainak adományozzuk, azoknak, akik évtizedeken keresztül szolgáltak az egyházközségben, elsősorban a gyermekek fiatalság nevelése, oktatása terén, hiszen Pásztor Ferenc annak idején nagyon fontosnak tartotta ezt a szolgálatot, a fiatalságnak, a gyermekeknek a hitoktatását. Ő volt az, aki annak idején a beregszászi elemi iskola második emeletét is megépítette, pontosan azért, hogy egyre több gyermekhez eljusson az oktatás, és így az evangélium is. Tehát általában olyan hitoktatóknak, volt, hogy nővéreknek, plébánosoknak, akik Pásztor Ferenc lelkületével nagyon sokat tettek a jövő nemzedék katolikus hídben való neveléséért. Kucsinka Katalin nyugalmazott hitoktató, meghatódva vette át a díjat. Katalin 22 évig oktatta a gyerekeket az egyház tanítására. Készítette fel őket az első áldozásra. Ugye, hogy visszanézett minden emléket, amely ahhoz az időkhöz fűz, különösen amikor 92-ben elkezdtem hitoktatni, akkor átnézem a sok első áldozási fényképeket, akkor egész biztos ez a kitüntetés is oda fog kerülni közéjük, és ha megnézem, akkor még jobban visszaemlékszem azokra az évekre, amelyeket a Jóisten dicsőségére tehettem az ő erejével. Az Úristen előkészíti az embert, valahogy meghívja, és ad hozzá erőt, alkalmat és időt is, hogy a tanításom mellett még jutott idő tanulni és hitoktatni is a családomra is. És tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy egy nyár alkalmából itt voltak Budapestről az egyik piarista nővér, beszélt a hivatásról. És akkor még nagyon kevesen jártak gyerekek a templomba, és a gyerekekhez intézett kérdésekre nem tudtak a gyerekek felelni. Én meg hátulról úgy szerettem volna súgni nekik. És ez, hogy én annyira akartam a gyerekeknek akkor súgni, segíteni, ez tovább élt bennem napról napra, és akkor ősszel a napközibe dolgoztam addig, osztályt kaptam. És akkor már olyan szabadon tudtam az osztályomban Jóistenről beszélni, imádkozni, tanítottam őket, és akkor az év őszén ide kerültek a ferences testvérek és Tihamér atya hívására, meghívott engem egy gyónásba, hogy segítenék-e neki hitoktatni. Én pedig minden tudásom, tudatlanságom inkább ellenére igent mondtam neki. És akkor a Jóisten műve az borzasztóan tud működni, meg kegyelme az emberben, és így fokozatosan készültünk. Emlékszem az első időkben, imádkoztam és tanultam, magam is tanultam, készültem, hogy a gyerekek nyelvére le tudjam fordítani mindazt, amit a Jóistenről meg akarok nekik mondani.
először nagyon vegyes csoportban dolgoztunk, mivel nagyon sok elmaradott gyerek volt, különböző korosztályokkal foglalkoztam. Volt úgy, hogy 38-40 gyerek is volt első áldozó. Aztán 2 év múlva, amikor már ezek a nagyobb korú gyerekek is mind első áldozáson túl voltak, akkor már osztályonként vettük őket. Úgyhogy 92-től 22 éven keresztül hitoktattam. Kezdtük, nem volt ugye még helyiség. A gimnázium adott nekünk itt ebbe a mostani plébánia épületében egy osztályt, és szerdai napokon ott volt a hitoktatás. Tévről évre egyre többen voltak, aztán már örültünk, mert elvégeztük a teológiai tanfolyamot, fiatalabbak is kerültek hozzánk, úgyhogy aztán már ritkult a hittanóra, mert feloszlott már közöttünk. Az ünnepi Szent Mise után a gyülekezet főhajtással tisztelgett Pásztor Ferenc emléke előtt, aki egykor meghatározó szerepet játszott Beregszász hit életében. Majd megkoszorúzták a templom falán lévő emléktáblát. Műsorunk folytatásában az ungvári római katolikus gyülekezet biciklitúráján és az azt követő családi napon veszünk részt Sislócon. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Imádsággal indították a biciklitúrát az ungvári római katolikus plébánia hívei. 20 kerékpárral, sokan autóval indultak neki az Ungvár-Sislóc közötti majdnem 6 kilométeres távnak. Gyermekek és szüleik együtt kerekeztek el a családi napra. Petenko Miron ungvári római katolikus plébános elmondta, fontos az egyház számára a család, mint egység, ezért szerveznek közös programot számukra. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert ez egy családi program. Ha láttad, akkor gyerekek, szülők együtt. Az a célom, hogy ismerkedjenek az emberek, mert egy templomba járunk, arcra ismerünk egymást, szervusz, szervusz, de közelelül nem ismerjük egymást, és én nagyon szeretnék, hogy a családok jobban megismernének egymást. Élőbb legyen a közösség. Örültem annak is, hogy idén 10 család együtt nyaralt már. Gyerekek, szülők, nagyon jól sikerült az a nyaralás is. Miért fontos a római katolikus egyháznak a család, mint egység? Hogy mit jelent az egyházon belül a család? Nem csak római katolikus egyház számára fontos a család, mint egység, hanem minden közösség számára. Akkor egészséges a társadalom egészébe, ha a család egészséges. Olvastam valahol, hogy II. János Pál pápa azt mondta, hogy a mai időkben a frontvonal a jó és a rossz között a családon belül húzódik meg. Tehát a sátán nagyon támadja a családot, hiszen jól tudja, hogy a családot szétbomlasztja, akkor evel együtt a közösséget, a társadalmat is bomlasztja. Hogyan nyilvánul meg önöknél a családnak, mint egységnek a segítése? Hogy tudnak egy-egy családi réteghez eljuttatni üzenetet, programokat, akár heti rendszerességgel? Ez a célunk, hogy családok ismerkedjenek együtt, töltsenek idő, gyerekek együtt legyenek, és különböző programokat szervezünk. A gyerekeknek kézműves foglalkozás rendszeresen szokott lenni a templomba. Alfa kurzusokat tartottunk a szülőknek, külön a férfiaknak, külön a nőknek. Biciklitúra, közös nyaralás, közös programok, voltunk hegyekbe, Pikújra, és ha együtt kirándulunk, együtt töltünk időt, együtt imádkozunk, gondolom, hogy ezzel ismerkednek, és ezzel valahogy erősödnek a családok is. A családos program, tehát a gyerekek
amikor az iskolába kell írni összefoglalót, hogy hogy telt a nyár, ezekről írnak, hogy milyen jó volt, apával, anyával elmentünk oda, elmentünk ide, hogy együtt töltsen időt a család. A gyerek úgy tanul imádkozni, vagy Istenre figyelni, ha látja, hogy a szülő imádkozik és Istenre figyel. Nekem a célom, hogy a felnőttek imádkozzanak, és a gyerek látva a saját szüleit tanul. A szülők példáján tanul. Mik a tervek a jövőre nézve? Akár egy-két hét, akár egy fél, egy év távlatába. Próbálunk tervezni nagy vonalakba. Nehéz valamit tervezni ebbe a bizonytalan időben. A karantén sokat zavar nekünk, de be kell tartani a szabályokat. Akarok szülők számára lelki gyakorlatot szervezni. Télen is tervezünk, nem csak én, hanem többen. Családokkal elmenni, szánkózni, tehát az egy ilyen hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Majdnem minden évben szoktunk ezt megszervezni. Gyerekek számára kézműves foglalkozások lesznek továbbra is, és majd alakul. A szülők izgulnak, nehogy megint online legyen a tanulás, mert ugye mind valakinek otthon kell lenni, nem könnyű tanulni a gyerekkel, nagyon fárasztó, sok energiát igényel. Ez izgalmas, hogyan lesz. Mindenben lehet találni valamit, amit tanultunk a karanténből is, tehát egy család mesélt, azt mondták, hogy együtt töltöttek a estéket, apa is meséket olvasott a gyerekeknek. Húsvétkor nem tudtak jönni a templomba a Szent Misére, hanem nem csak húsvétkor, hanem együtt a család nézte a Szent Misét a tévén keresztül. Hát hosszú távon nem szeretnék, hogy így legyen, de mégis valahogy összejöttek együtt imádkozni. Volt olyan család, ahol apuka nem nagyon vett részt a templomi életbe, de karantén alatt a családdal együtt ott volt, és imádkozott a családdal együtt. Vagy a húsvéti ételek megáldása most nem történt templomban, hanem én kitettem az internetre a megáldó szöveget, azt írtam, hogy a családapukák, mint papok a saját családjukba, ők áldják meg. És egy asszony mondja nekem, hogy a férje, aki nem nagyon járt templomba, szépen összegyűjtötte az egész családot, mert most fogunk imádkozni, elmondta az imát. Vannak pozitív dolgok is, amit tanultunk, kegyelmek, észre kell ezeket is venni. Hogyan próbálják ezt a karantén és sok gonddal teli időszakot könnyebbé tenni? Karantén alatt én tartottam hittanórákat, vagy összeütöttem a közösségeket, kis közösségek vannak nálunk, kis csoportok, Zoom programon keresztül. Tehát ez ilyen internet program, amelyben több ablak jelenik meg, és akkor mindenki jelen van, de egészen más valakivel beszélgetni interneten keresztül, mint ha így beszélgetünk élőben. Ez különbség. Remélem, hogy elmúlik ez a karantén, bár még most nem nagyon néz ki úgy, hogy elmúlik rögtön. Meg kell tanulnunk ezzel együtt élni, de adja magát, hogy hogyan lehet. Nem tudom még, hogy lehet ilyen időkben. Ittan, amikor tanulok Istenről, mert van sok dolog, amit meg lehet tanulni. Valamit csak elfogadom, elhiszem, de van, amit meg tudom tanulni. Felnőtt hittan rengeteg ember úgy van, hogy a szovjet időben nőtt fel, nem volt hittan akkor. Hisz Istenbe, hogy Isten van, de mivel nem volt hittan soha életében, nem tud sokat Istenről. És aki szeretne többet tudni, akkor összejünk csoportban, készülök valamilyen témával, próbálok beszélni róla,
meg mindig ilyenkor van egy megosztás, hogy hogy vagyok, hogy élek, mi az, aminek örülök, mi az, ami elszomorít, mi az, ami szenvedés az életemben, hogy telt el a hét. Látom, hogy sok embernek nincsen olyan fórumja, ahol a belső dolgokról beszélhet. Mert a munkahelyen nem érdekel senkit, hogy te hogyan éled az életedet, nem tudnak belső dolgokról beszélni, és ilyen hittan csoportban megnyílünk egy idő múlva. Első találkozások olyan feszültségben, hogy kik ezek a többiek, de utána megszokják egymást, látják, hogy az, ami ott hangzik el, nem megy tovább, és szívesen megosszák a belsőjüket. Mi az, ami történik a szívükben? Én is ugyanígy elmondom, hogy mi az, mivel küzdök, mi az, ami nekem fáj, mi az, aminek örülök. Hát így telik el a tanulóra. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez a felnőtt hittan azért sokkal több, mint egy tanulás. Hát persze. Együttlét, egy baráti társaság. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük neked, Uram, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük a te szent lelkedet, hogy bátorítasz, új lendületet és új erőt öntesz a mi szívünkbe. Épp ilyen baráti társaság fogadta a csapatot Sislócon. A bicikliseket és a helyieket Kvascsuk András nemrég ide helyezett plébános köszöntötte. Egy családi napot gondoltunk a kollégával, a Miron atyával megszervezni, és hát, hogy megmutassuk a családnak az értékét, az erejét, tehát elsősorban ugye a keresztény értékrendet, hogy tényleg érdemes fölvállalni azt, hogy az Úr Jézushoz tartozunk, hogy keresztények vagyunk, és megmutatni ezt a közös erőt, közös értékrendet. És hát azt szokták mondani, hogy a jó példa is ragadós szokott lenni, ezért tehát egy kicsit a családoknak is kedvet adni ahhoz, hogy összejöjjenek együtt, baráti légkörben, testvéri légkörben együtt tudjanak egy kicsit ünnepelni. Hogy a társadalom tudományok is mondják, illetve az egyházunk is azt tanítja, hogy a család az a társadalom alapsejtje. Számunkra ez nagyon fontos, hogy abban az irányban, amely a modern politikának, illetve akár a nyugaton veszük a család értékét, a családi rendszer, tehát egy kvázi szétrombolását próbálja előirányozni. Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmünket a családnak, mint a társadalom alap sejtjére, mint a társadalom, tehát önszerveződésének az elengedhetetlen, tehát alapelemére. A meghitt hangulatért a kis szelmenci Szent Háromság énekkar felelt. Hangszerkísérettel egyházi, ifjúsági énekeket adtak elő, mondta el Barkasi Tibor, az együttes tagja. Az együttesünk Kis Szelmencből van. Úgy is hívnak bennünket, a Kis Szelmenci Szent Háromság templom énekkara. Alakultunk 5 évvel ezelőtt, és éppen ilyen célokra alakultunk, hogy egyházi rendezvényeken, szentmiséken, különböző alkalmakkor, hát ugye egy kicsit színesítsük az ünnepet, mondjuk így. És épp ezért alakultunk. Úgyhogy azóta is, hál' Istennek, az Úr segítségével járunk több helyre. A tagjaink, a magja azt lehet mondani, hogy az egy. Tehát van, valamikor volt 2 gitárosunk, most van 1 gitárosunk, mert ugye, hát ugye ez a világ ilyen, hogy folyamatosan mennek az emberek, jönnek az emberek, új tagok is vannak, régiek is vannak, sajnos már ma nem jöhettek egy páron, mert megbetegedtek, de egyébként ez az összeállításunk. Kis Szelmencből, ahogy mondtam is, hogy onnan vagyunk, a Kis Szelmenci templomból, onnan vagyunk 4, Palágy Komorócról vagyunk, most már csatlakoztak hozzánk szürtiek, gálocsiak, úgyhogy egyre bővülünk, hál' Istennek. Fordul 1, 2, 3, közel,
szoktok elaludni estére. Az ungvári és sislóci gyermekeket és szüleiket érdekes táncok, játékok várták. Adrián, a nap egyik szervezője elmondta, a felnőtteket nehéz játékra bírni, de nekik van egy módszerük erre. Hogyha azt mondjuk, hogy gyertek, következik egy tánc vagy egy játék, akkor senki nem fog jönni. De hogyha mindenkit névleg megszólítunk, akkor muszáj kijönni az illetőnek. És mivel itt mindenki mindenkit ismer, ezért nincs nehéz dolgunk. Terveztünk családi vetélkedőket, ügyességi játékokat, illetve vannak olyan programok, amit önállóan a gyerekek, illetve külön felnőtteknek. Az előbbiekben volt egy ilyen táncműsorunk, amin úgy el is fáradtunk rendesen, de pár perc múlva egy ügyességi vetélkedő kezdődik, amit a gyerekek a szülőkkel együtt fognak véghez vinni. Szerintem nagyon fontos az, amikor ilyen családi napoknál, hogy a gyerekek a szülőkkel együtt közös programokon vehetnek részt. Ez felejthetetlen, és szerintem örök élményt, emléket ad a gyerek számára, és a szülő számára is természetesen egyaránt. József is így gondolta, hogy családjával ez egy tartalmas időtöltés lesz, és közös élményeket is szerezhetnek. Miron atya meghívott minket egy ilyen családi napra, és gondoltam, hogy a gyerekeknek jó tesz egy kis kikapcsolódás, főleg a közösség miatt is, a család miatt is, hogy együtt vagyunk, hát főleg emiatt. Mint itt látjuk, fociznak, repülőtányíroznak, az előbb volt egy kis táncház, kis közösségi játékok, együtténeklés. Ezt is fontosnak tartom, hogy ilyen zenét hallgassanak a gyerekek is, ilyenen nevelkedjenek, ilyeneken nőjenek fel. Hát ez is egy tanúságtevés. Lara és Rebeka mindent kipróbáltak. Cukorkát gyűjtöttek, óriás buborékot eregettek. Játszottunk fogócskát, meg akkor fotiztunk, akkor kötött hozzász. Meg mindent. És látom, van valami a kezeteken, ez micsoda? Egy pillanka. És egy eszabú. És ezt kifestette nektek? Nekünk. A festős bácsi. Katalin két gyermekével és férjével érkezett a programra. Családjuk a Sislóci Egyházközség sok más programján, például a felnőtt hittancsoport alkalmain is részt vesz, amelyet évekkel ezelőtt Miron atya indított el itt. Ezt az imacsoportot is részben Miron atyának köszönhetjük. Körülbelül több már mint négy éve, nincs még egész 5 éve, hogy folyamatosan 2 hetente találkozunk. Ezt az imacsoportot 7 család alkotja, és akkor így általában vagy a plébánia, hát többnyire a plébánián szoktunk találkozni. Természetesen a karantén idején az ilyen zoomos imacsoportok voltak, amit annyira, meg hát még most is, amit nem részesítünk annyira előnyben. Hát ilyenkor rózsafüzért imádkozunk, a gyerekek addig el vannak, játszanak, csocsóznak, vagy bármi mást. Aztán pedig van egy ilyen közös megosztás, amikor elmondjuk, hogy mi történt velünk az elmúlt 2 hétben, milyen jó, vagy milyen kellemetlen dolog esetleg. És aztán meg úgy összekovácsolódtunk már, hogy bármikor tudunk egymásra számítani. Úgyhogy barátok is lettünk ezáltal. Úgyhogy jó kis csapat. Természetesen a bográcsfőző verseny sem maradhatott le a nap programjairól. A szakácsok mindent megtettek, hogy a legfinomabbat készítsék. Kovács Attila elárulta a jó bográcsgulyás titkát. Szalonát lepirítjuk, hagymát megdisznoljuk, aztán pedig már mindenki milyen fűszerekkel felturbózza és kedve szerint csinálja. A krumpli azt nem szoktuk megválogatni, milyen a fűszerekben legyen bele kömény, bors, csemege paprika, pici erős paprika, babérlevel, fokhagyma, hagyma, szalona, piros paprika, paradicsom, zeller, még soroljam, de sok minden megyen bele. Az ungvári római katolikusok első bringatúrája és a sislóciakkal közös családi napja imádsággal és sok vidámsággal telt. A szigorú karanténkorlátozások után a találkozó összehozta a két egyházközség tagjait.